Kellemes éjszakát kívánok, hölgyeim és uraim! Megérkeztünk a mai nap utolsó mérkőzésére, a Dignitas, valamint a FlyQuest összecsapásán. 1-1 az állás, az elsőt a FlyQuest, majd a másikat a Dignitas csapata tudta megnyerni. Mit gondolsz, Edi? Késő van. Ki nyeri a konfederációs kupát? Hát nyilvánvalóan a németek, nem? Ebben sem értünk egyet, viszont a Dignitas szerintem megnyeri a mai BO3-as szériát, és menetelnek tovább előre. Tudod mit? Igen. Akkor ezt behúzza a FlyQuest. Akkor érkezünk szerintem a tiltás és választási fázisban. Meglátjuk, hogy Edinek vagy nekem jobbak a jóslás tudományaim. Csak lehet, hogy meg fog dőlni. Nem. Edi jós. Előélete vagy jövő élete. Korki mindenképpen tiltóisára kerül, akár csak Zek. Igen, és igazándiból csak ellent akartam neked mondani, de miután megláttam a Dignitas az első tiltását. Na mindegy, szóval inkább veled értek egyet. Nem, viccet félretéve nyilván, ha Dignitas csapata az esélyesebb, amit a második mérkőzésen be is bizonyított, de az, hogy a FlyQuest már el tudott hozni egy mérkőzést a szériából, az azt mutathatja, hogy miért ne nyerhetnének akár. Hagyjuk már. Mondjuk. Az igen. Szoktunk arról beszélgetni, hogy háj néha kiég, és így elveszíti a fonalat. Na most erre szerintem, vagy ennek érdekében a Dignitas tett egy lépést, mert nem kevesebb, mint 3 tiltást intézett rá, egyenesen. 3-ból, és egyébként Altec az, aki érkezik a mérkőzésre, nem pedig Lod. Hát az előzőn is jó volt. Igen, csak hogy megint Altec érkezik, annak ellenére, hogy hogy ezért Lod egyelőre több mérkőzésen játszott a Dignitasban. Jó, régebb óta is a csapat tagja, de ha a KDL-t tekintjük, akkor egyelőre Lod az, aki jobb teljesítményt nyújt. Ha a kiosztott sebzést, akkor pedig Altec. Nem, egyébként szerintem az fontosabb, hiszen... Na most dölt el! Most jaj, dölt el minden! Jaj, de gonosz, nagyon gonosz vagy. Nono azért igaz. Nevet, mert Whitehead 6-szor hozta el azt a gint, és még nem sikerült vele mérkőzést nyernie. De én meg erre azt mondom, hogy előbb-utóbb minden statisztika megdől. Igen. Minden rekordot megdöntenek, akár pozitív, akár negatív, jó, ilyesmiről nem tudok. Viszont Moon! Igen. Most elhozott egy olyan hőst, amivel adott esetben, ja hát a fenét nem, mert nem kék oldalon vannak, jó, akkor semmi. Nem, azt akartam volna mondani, hogyha ugye a lövész megint segít neki elhozni a vörös szederhátat a pengecsőrük után, akkor most viszont átmehet az ellenfél dzsungelébe. Csak a szépség hiba az, hogy ő van piros oldalon, vagy vörös oldalon. Shrimpnek pedig megint átengedték azt a Lee Sin-t. Megvan az első veressége Lee Sin-nel. Az első mérkőzésen is Lee Sin-nel jött, és akkor a FlyQuest tudott nyerni. Ugye a 7. mérkőzésen. Ah, köszönöm, Keen, léci, nécike, na, léci, macike. Úgysem fogja elhozni egyébként. Keen már játszotta a középsős milyen urgotot. Igen. Nem ebben a szezonban, de játszotta már. Az előző előtti szezonban ez teljes mértékben 100%-ig biztos. De a Dignitas volt az, aki most ebben a szezonban Kennen ellen urgatott hozott, nem? FlyQuest? Nem. Na? A Zig volt az. Ó, jó. Rendben. Így már megvan melyik csapat? Nem. Egyébként Kint Szindrával fogja... Igen? Hát Phoenix van. Jó, oké, na. És Bolz pedig rambelezni fog. Na! Someday, Gihalt Agnár. Azt mondod? Igen. Tutti 100%. Someday szerintem ebben a szezonban még nem gnározott. És mi van akkor, hogyha tiltó listára kerül, ami mondjuk nem feltétlenül valószínűsíthető, de az biztos, hogy a fióráját kitiltja a FlyQuest. A Dignitas pedig továbbra is tilthat High ellen. Mondjuk kivehet akár egy Orianát, meg egy Talont, jó. Ez nagyon gonosz, ez nagyon mocsok dolog, amikor amit a Dignitas csinál. Csak háj ellen. De ez nagyon csúnya dolog. De figyelj, ezt veheted úgy is, hogy mindenki mást hagynak érvényesülni. Aha. Mondjuk az első mérkőzésből, ha kiindulunk, háj borzasztó rossz statisztikával végzett a csapatából, viszont mindenki más meglehetősen jó volt, és nyerte az ösvényét, meg aztán az egész mérkőzést, tehát... Az utolsó, hogy támogató tiltás lesz. Nem. Nem. Hát vagy belekényszerítik az Orianába. Sön a lúz. Vagy tiltják a Zyrát. Szóval... Karmát. Jó. Még jobb. Igen! Jó. Ez mind a kettő. Középsős és támogató tiltás is. És egyébként akár még Highhoz is jöhetne. Azon a lux választáson pedig meglepődnék, de azt mondom, hogy legyen.
Akkor legyen lúsa, mindegy. Whatever, tök mindegy. Köszi, hely, köszi, köszi. Nem, nem. Tana, ott van. Ülj vissza, légy szíves. Miért? Mi a probléma? Nem, 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 megbántott. Nem. Na jó. Lusnak középső, és milyen remekül működhet. Igen, mondjuk egy Orianával szemben. Bár még lövész? Nem, lövész policiában már nem jöhet, ott van Jean. Akkor hát semmi, biztos, hogy középső esmény érkezik. Egyébként mi van, hogyha High Rumble mid, és Lucian felső esmény? Több komolysága. Braumot pedig elhozzák Bignek. Lemon és nek remek volt az első mérkőzés, a Braum játéka. Így meg lehet a Braum-Lucian kombót szakítani. Szét lehet szakítani. Mindenképpen egy jó választás. Ezt így... De miért nem? Miért nem? Hát akár akkal is érkezhetett volna, viszont Lemonation most vagy zenerázni fog szerintem, vagy Tomkencsezni. Na jó, még Lulut is hozhat, de ebbe a kompozícióba... meg amúgy még ezt is, meg nem, még nem, de hogy ebbe a kompozícióba a Jean-t azt meg kéne védeni. Ezért lehetett volna jó. Persze, meg különben mit csinálsz, amíg nincs meg a három kívánságot, tehát mindenképpen meg kell védeni a Jean-t. Összességében azt mondanám, hogy egy icipicit féltem a flagköztet. Csak egy icipicit? Csak egy icipicit. Jó van. A kezdeményezés hiánya miatt elsősorban, ugyanis nem érzem, hogy ezekkel a karakterekkel megfelelően fog tudni akár kezdeményezni, akár visszakezdeményezni a Dignitas kezdeményezésére a kezdeményező csapat, vagy az, aki szeretne reagálni a kezdeményezésre. Nagyon igaz. Ezzel szemben viszont a Dignitasnál minden adott arra, hogy elkapják a flagköztet csapatát, úgymond, mert hogyha nehéz helyzetbe kerül a Jean, oké, Tomkencs bekapja, rendben van, de arra meg jön Camille, és ott tartja őket, akkor hova menekülsz, sehova, hogyha ott a Syndra jön a gyengék szétszórásával, megint csak kávítani tud, ott van Lee Sin, az előző mérkőzésen láttuk Shrimp kezei között, milyen jól muzsikált, és akkor még nem beszéltünk Bigről, meg a Gletscher szakadékáról, meg egy olyan lövészről, aki beugrik oda, ahova csak szeretne, kiosztja a mérhetetlen sebzését, és lerabbantja bárkinek az arcát. Az elmúlt pár mérkőzésen ebben a két napban Tristan megmutatta, hogy igenis van helye a metában. Gondoljunk Sneaky teljesítményre, nyírjam vele a... Ki a legény a gáton? Bocsánat, a lány a gáton? Leány a gáton, így, így. A tűzoltó a gáton, szerintem. Tényleg tűzoltós ki... Köszönöm! Nem, ez nem az, ez a rakéta. Nem, ez melyik? Nem tudom. Pedig egy pillanatra, hogy piros volt, ahogy azt hittem, hogy tényleg a tűzoltós kinézet lesz, és akkor bejött a tip. Mindig, tehát Sneaky is megverte a TSM-et ezzel a karakterrel, ugye a második mérkőzésen egy-egyre így módosította az állást a Cloud9 csapata. Akkor a mai nap folyamán már láttuk, hogy Double Lift remek teljesítményre volt képes vele, lehet, hogy pont Sneaky példájára úgy mondta, hogy jó, akkor nekünk is jó lesz ez a karakter, és most Isaac is megmutathatja, hogy mire is jó ez a kislány. Lightertől pedig megmutathatja, hogy muzsikál Jean a kezei között. Most ne legyél meg gonosz. Én csak a statisztikákról beszélek. Jó, tény. Mondjuk úgy, hogy eredménytelenül. Ez is egy eredmény. Hát jó. Ú, de sósak vagyunk most már, az a baj. SOS-be kéne a csere. Összességében azt mondhatjuk, hogy meglepő tárgyválasztás nincs. Talán én Tristanánál megkérdőjelezem a Doran pengét, a Doran pajzsa helyett. Camille pedig a romlás italát választotta magának. Előző mérkőzésen is ezt vásárolták Tristanának. De Jean ellenében én azt mondanám, hogy talán jobb lehetne a Doran pajzsa. De hát ízlések pofonok, eláll a szavatok, mindenki behódolna. És hogyha a pengecsőrökre nem is lép ki idő előtt Shrimp, azért a vörös szeder hát erősítésbe is igencsak belesegít. Neki állták és Big. Ez viszont előre vetíthet akár egy korai ellendzsungelezést is. Nem véletlen, hogy aha, el is indul a kék erősítés felé. Kérdés, hogy lebuki készen Rexa is ott van már a közelben, az alsó ösvényen pedig Csete Pati zajlik folyamatosan. Hály készült arra, hogy itt esetleg Shrimp megpróbál átnézni, hiszen mivel ő volt az, aki gyorsabban tolta az ösvényt, volt ideje egy őrszemet kihelyezni a folyóba. Vagy ezt nem is ő helyezte?
Shrimp? Nem, azt hájrakta ki még. De hogy háj, mert ugye ő utána rakott még egyet a, a kék erősítéshez is. Hát akkor vagy Lemonation, vagy Whitehurst. Ez most... Vagy még nagyon korán rakott ki ezt. Háj, bevallom, nem figyeltem. Hogy nem, én se, de meg... valaki kirakta, rálátással bírtak. Ez biztos. És pont. Kinek ettől... pedig nehéz dolga lesz, mert Moon erős, úgyhogy a gyengénk szétszórás ellene nem ér semmit, főleg, hogy még nincs is ez a képesség. Na! Az első gyilkosság pedig azonnal Moonhoz vándorol. Mondtam én, hogy ő erős. Meg alapvetően azért ez a Rek'Sai választás mostanában, hát nem is azt mondom, hogy mindig bejön, de azért lássuk be, egy Kha'Zix választásnál például sokkal jobban működik. Ugye mai napból kiindul, vagy egyébként? Úgy egyébként. Hát amióta Rek'Sait átalakították. Uh-huh. Ennek ellenére a győzelmi rátája még nem beszél magáért. Igaz, hogy Kha'Zix sem, tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor helytálló az állításod. Közben egy cipőt tudott mindössze kín vásárolni magának. Ki remekül farmolt taronyalat, és egyetlen millión bukott csak el. Pedig már ugye egyszer ott is hagyta a fogát. Háj pedig a támogatása után hazatért, és két hosszú kartot vásárolt. Unnak pedig, ugye az első gyilkosság után ott van a lehetősége arra, hogy elinduljon ő maga, vagy akár valamelyik ösvényre újabban besegítsen és elindítsa az egyik társát. Az biztos, hogy most Shrimp próbálhat meg rajta ütni Hájon, erre rálátása Hájnak nincs, viszont Moon érkezik megint. Második felvonás, feldobás nincs, viszont Shrimp az, aki Hájra lép ki azonnal, ott a vörös szeder, hát ez pedig elegendő sebzés biztosít, Moonnak pedig a torony biztosítelget, hogy be tudja fejezni Shrimpet, az erősítések hozzá vándorolnak. Szép gyilkosság a FlyQuest részéről. Is. Jó, is. Hát meg a Dignitasról részéről is. Hát meghalt Háj. Jó. Értem. Viszont ami feltűnő volt, hogy a fagyos sújtással érkezett Rek'Sai, ezt ki is használta a rajtaütés során, hogy nyomolvasok ki is elnála nem fog majd elkészülni, így őrszemezésre túl sok lehetősége nem lesz. Az előző mérkőzésen kedves Tana meglehetősen sokszor kihangsúlyozta azt, hogy az őrszemi játéka nem túl meggyőző a FlyQuest csapatának, hát ezen a mérkőzésen sem próbálják meg ezt javítani. Én pedig Sunday lehet bajban, rálátása nem volt Moonra, és érkezik már Hai is biztosítani. Oh. Besikerül Moonnak ugrani a Someday elé, a rálátás biztosítva, a fagyos sújtás is így villannia kell Someday-nek, hogy ne halljon meg. Igen, és ő pedig mindent kihasznált, bár elgondolkodtató lehet az, hogyha adott esetben beengedte volna Moont a tornya alá, és utána ugye a falhoroggal visszaérkezik. Moon azért jól rendelkezik két gyilkossággal, de túl sok életereje nincs, és 4-5 torony lövés után azért ő könnyen elhullhatott volna, azt pedig ugye látjuk, hogy villanással nem rendelkezik. Erről egyébként valószínűleg szerintem Someday-nek is volt tudomása. Mindegy, ő a visszavonulást választotta, és egy villanás árán, de ez sikerült is elérnie. Aki egyébként már vissza is érkezett a felsős, mire 3 darab hosszú karddal, az pedig majd előbb vagy utóbb a kereső karvércsét fogja megvásárolni, addig azonban egy ninja tabit vett meg, hogy elbírja Someday-nek a sebzését. Ugye lett tolva és húzanat. Igen. Természetesen. Ninja tabit. Ezzel pedig 10%-kal csökkenti majd a beérkező alaptámadásoknak az erejét. Lemonation lép ki Bigre, jó a kábítás vele szemben. Lekötésre azonban nincsen lehetőség Whitehurst-től, viszont kijön a Stukker a felső ösvényen. Boss nyilvánvalóan nem fog rámenni egy gyilkosságra. Ennyire nem tudom miért nyilvánvaló, mert amúgy... Pedig azért itt sem volt rossz sebzése. Igen, függetlenül attól, hogy... Hogy simán megtehetné? Jó, farma jócskán le van maradva. Moon pedig harmadik felvonás Keen ellenében. Ezután jó volt a gyengék szétszórása. Whitehurst pedig szintén bajban lehet.
Kapja a sebzést, Lemonationnek azonban jó a mozgása a sávon, így nem lehet úgy érdemben kezdeni Zeni Vajter tőle. És egyébként milyen érdekes, hogy Minchrim, mint pedig Moon gyakorlatilag megegyező időpontokban szeretne rajta ütni a középső ösvényen. Viszont így is Moon az, aki majdnem duplázza Shrimpnek a farmját. Viszont például szintelőny, aha, jó, most már van. Tapasztalati pont előnye van Moonnak, azért ez elvitathatatlan, hát talán köszönhetően azért a gyilkosságainak is. Már nincs. Már nincs. Hát tapasztalati pont előnye van. Szinte előnye nincs. Nagyon. Csak kicsit néha. Közben Big hazatérését lehet meggátolni, sőt egy kifárasztás is jön. Végső képessége Whiterton-nak még nincs, úgyhogy nem is értem igazán, hogy ez miért ment ki. Nincs. De van neki. Most már. Aha. Ötös szinten jött az ösvény, tehát nem tudta. Egy minion vagy kettő még kellett neki valószínűleg akkor még hozzá. Ez nem volt meg kellő sebességgel. Bárhogy is Big sem a kifárasztását nem használta el, sem a villanását. Ezzel szemben ugye Lemonationnek a kifárasztása az hiányozhat majd az elkövetkezendő percekben az alsó ösvényen. Bár hogyha Moonból és Shrimpből indulunk ki, akkor úgyis a középső ösvényre fognak találkozni megint. Kék erősítést kín szerzi meg magának. Someday pedig továbbra is a tornya alá van kényszerítve. Nem lesz egyszerű dolga a Dignitas felső ösvényesének. Ez nem egy olyan meccs, ahol farm per perc rekordot fog dönteni. Nagyon úgy tűnik, hogy nem. De hát nem is véletlen, hiszen például Bolz érdekes módon, hogy attól függetlenül, hogy egy mágussal, hát idézőjelben mágussal játszik. Szerintem nem kell idézőjelben. Jó, szóval lényeg a lényeg, neki nem esett nehezire páncélzatot vásárolni, még ugye Someday csak a hosszú kardokat vette. Jó, a sújtás, majd a villanásos kezdeményezés, ott már egy kicsit túltolta a villanása a High. A lényeg az, hogy megvan a gyilkosság, megint csak Moon szerzi meg. 3-1-re vezet a FlyQuest, 3-0-ba van Moon. És három támogatása van Lucian-ben. Igen, egyébként pont ezen gondolkoztam én is, hogy hogyan égesd még ki a középső ösvényesedet, miután 4-et tilt ellene. 4 és fele. Az ellenfél, igen. Na de nézzük a visszajátszást. A Prédel esőt talál, a villanás után fel lehetett dobni kint. Az, hogy High miért villant még el, az számomra kérdéses, hát talán egyébként nem bízott abban, hogy a sebzésük elég lesz, és majd kín elvillan, vagy elvillan és elhasználja a pajzsát. Mert azért láthatjuk, hogy ezek az idézői képességek elérhetők voltak nála, de kín nem szeretett volna ezzel már szerintem próbálkozni. Az első sárkány pedig a FlyQuest csapata hozhatja el, ami nem más, mint egy óceán sárkány. Talán nem egy fontos célpont, viszont mindenképpen jó, hogy a FlyQuest el tudta ezt hozni, legalábbis az ő szempontjukból. Stukker kijön farmolásra, haza szeretne térni Rumble, tudja nagyon jó, hogy itt akár érkezhet egy dzsungeles is torony alól, pedig már valószínűleg egy Lee Sin Camille kombo ki fogja tudni szedni. A teleportja elérhető lesz, de hazatérés mi is megszakította. Pedig, ha jól látom, akkor rálátással nem is rendelkezett Shrimpre. Most tett ki egy Nem tudom, de most tett ki egy őrszemet a hármas nádasba, ahol egyébként lebuktatott egy ellenőrző őrszemet. Lebuktatta? Igen, lebuktatta, de nem takarította ki. Azt értékes időveszteség, rengeteg minion bukna. Viccen kívül. Jó, jó. Mondjuk az sem baj, hogyha tudomása van róla. Viszont a kereső karbértjét most már megvásárolta, és még egy kis varázssebzésre tetszett. Hát valószínűleg majd a Leandri gyötrelmét fogja első tárgyként befejezni. Annak az alaptárgyához pedig azok a tárgyak kellenek, amiket éppen ő vásárolt. Viszont most már Someday is rendelkezik egy kis varázs ellenállással, köszönhetően az átok nyelőjének. Még pedig végső képesség használatra van lehetősége Moonnak. Shrimp egy megfelelő célpont lehet számára, 7-es szintű Shrimp, 8-as szintű Moon, és érkezik már a FlyQuest Dozer. Itt van mind Whiterton, mind pedig Lemonation. Lehet, hogy megelégszenek egy vörös szederhát lopással, sőt, ez már egészen bizonyos.
És így a 13. percben azt hiszem elmondhatjuk, hogy a FlyQuest csapata nem kezdte rosszul ezt a mérkőzést, miközben Sunday kezdeményez Bozra. Az adok kapokból pedig Sunday jött ki jobban, hát köszönhetően egyrészt a Tiamatjának, másrészt azért nem szabad elfelejteni, hogy romlás itala van Sundaynél, ami bónusz sebzést biztosít a számára, és hát sok kicsi sokra megy alapon, azért az sem egy elhanyagolandó lehetőség. Ahogy azt mondja, az átok nyelő is ott van azért már az eszköztárában. És érdekes, hogy Szindra is a kereső karriertjét vásárolta először. Hogy mikor lesz a Bozony a homokórája, az már egy jobb kérdés. Egyelőre azért melkus erővel és páncélzatos felruházza, ami egy Lushner szemben szinte alapelvárás lehet. Hát meg egy olyan Munnal szemben, aki láthattuk, hogy előszeretettel. Ja, igen, mindegy. Szóval előszeretettel jár a középső ösvényre. Hát önála is harcos kiegészítő van. Így van. Hát ennek az új Rexernek azért lételem egy picit a sebzés, hiszen berobban, és akkor egy lövész vagy egy mágust jól lenne kiszedni ezzel a karakterrel. Nyilvánvalóan nem biztos, hogy sikerül, de ha megpróbálod és idézői képességet elvesz az ellenféltől, már megcselekedted, amit megköveteltel ezzel. Hát ezen a mérkőzésen sikerül neki. Egyelőre legalábbis. Mindenképpen. Hát 3 gyilkosságból 3. A lekötés önmagában jó, de kevés. A sebzés pedig Big pajzsába a 4. lövésből. Na, ha már 4. lövés, 1 és 2 és 3 és 4. Farmon is lehetett, hazaküldeni is talán lehet. Big és Altec párosát, ez pedig első torony lehet a FlyQuest-től. A Dignit ezt továbbra is pocsék ebben a mutatóban. Amire egyébként ugye még Moon és még High is elindult. Félúton azonban High megállt, ő nem volt rest őrszemeket takarítani, aztán vissza is tér a saját dzsungelébe, meg aztán a saját ösvényére. Ezt a tornyot pedig Sunday válaszként nem fogja tudni még ledönteni, mert arra már megérkezik Bolz, ami viszont válasz lehet ilyen szempontból a Dignitas csapatától, az Shrimpnek a ténykedése, azon belül is a Szurdok hirdökének az elhozatala. Ez egy elég lassú elhozatal. Nagyon sokáig tartott, mint szólóban ezt el tudta hozni Shrimp. De a lényeg az, hogy megvan. Nyugodtan lehet majd valamelyik ösvényen tornyat, esetleg tornyokat elhozni. Meg pedig a megidézésére a 19. percig lehetősége is lesz. Shrimpnek csak aztán nehogy véletlenül egy szituációban rossz gombot nyomjon meg, és őrszem helyett megidézni akarná valakit. Lemenésen érkezik. Érkezik bizony egy gyógyítás, ki kell jöjjön Altektől, villásos kezdeményezés Moontól, ez pedig már átengedi High-nak. Szép gesztus, a prédeleső talál, Big lehet talán bajban, de itt van Sunday, a lassítás talál, ez önmagában kevés, Sunday pedig jobb hiának rugokra fordul. Hát, de azokat kegyetlenül megbünteti. Na de, nézzük a visszajátszást. Altek itt már nem rendelkezik az ugrásával. Hyde próbálta volna visszalökni, Hyde viszont nem egy túlságosan levakarható Lucian ezen a mérkőzésen. Még akkor sem, hogyha Big meg Ledger szakadékával is próbált volna zónázni, vagy lehetőséget teremteni lövészének a menekülésre. Az a mélységi merülés Lemonation-től meglehetősen jó volt. Hát, ha még nem is egyedül érkezett volna, akkor ilyen potenciál lett volna benne. Hát ami egyébként viszont érdekes volt, az az, hogy Moon ugye villant és megpróbálta feldobni Alteket, ami hát végsősorban nem sikerült, mert Altek villant, de a kábítást megkapta belőle. Így is még az a Tristana. A lekötés pedig Biggel szemben jó, hogy Lemonation-t is lehet kábítani. A TF-t, a CC-t ráharapom számra közben. Hoppá. Tehát a CC-t egyelőre a támogatók szenvedik el. Nem mérkőzés második serkányára is a FlyQuest fog kilépni, már ki is lépett, az a nagy kérdés, hogy Shrimpék érkeznek-e egyelőre. Nem a válasz. És a végére is nem a válasz, a Szurdok hírnökét megidézi a Dignitas csapata, két emberes kábítás. Szép jön. A két végső képesség, Big próbál mindent, ami létezik, levédeni, de Wilder-től nem lehet mit csinálni.
Kijön a Stukker is, ezelől kell Kinnek elvillannia. A pajzsa érhető már nála, csak a Szurdokír nekem még csak a tornyot sem tudta elhozni. Még azt sem, és így is embert kellett áldoznia a Dignitasnak. A FlyQuest lövészének pedig most már van gyilkossága. Ami egyébként érdekes, hogy ez a Jin, az bizony jó 40-es farban, na mindegy, majd utána. Hiszen jó a sebzés Moore-ra, de még mennyire ott is van az első gyilkosság a csapatharcban. Majd erre megvan azonnal a válasz Rumble-től. Így 1-1-es a csere. Kérdés, hogy el lehet ebből valamit hozni? Hát talán azt a középső sűnyes tornyot illene ledönteni, amit gyakorlatilag csak a Szentlélek tart egyben. Szóval visszatérve, Walter-től Jean-je jó 40 farmos előnyben van egy Tristanával szemben. Oké, Tristanával nehéz a mérkőzés korai szakaszában a farmolás. Viszont azért mégiscsak teljesíthetne. Egy picit jobban ennél? Igen. Ott a pokoli kódex és az elveszett fejezet, hogy a Morán, amikor már hamarosan elkészül majd Szindrán. Míg látjuk, hogy a vízköpő sziklavértjét szeretné magának megvásárolni Rek'Sai-n egyből a dzsungeles tárgya után. Ami érdekes, Tiamatot egyáltalán nem látok rajta. Nem, és bár Tana panaszkodott a FlyQuest csapatának az őrszemi játékára, hogyha az őrszemi játékot nem is feltétlenül javítja meg. De azért az a látókő az egy pozitív kezdeményezés múntal, én úgy gondolom. Én erre tudod mit mondanék? Hogy totál előző szezon. Akkor volt divat a látóköveket vásárolni. Összességében nem egy rossz választás. Ad életerőt, ha tovább fejleszted, akkor 20% töltésidő csökkentés az aktív tárgyaidról. Nem egy rossz tárgy, és hogyha a vízköpő mellé van egy ilyen 20%-os töltésidő csökkentés, az mindenképp azt jelenti majd számodra, hogy az összes csapat harcban fogod tudni használni. Hát egy pedig finoman szóval letakarította a felső ösvényen a minionakat. Viszont azon túl, hogy ezt az első tornyot elhozta a FlyQuest csapata, túlságosan más nem tudtak csinálni. Jó, persze, elhoztak két tornyot, ami abszolút jó nekik. Két tornyot, két sárkányt, ami abszolút jó nekik, de más célpontra nem nagyon tudtak kimozdulni. Shrimp a középső ösvényen próbálott valamit alkotni a Dignitas csapattal, azt a tornyot már valóban illene elhozni. A Dignitas csapatának első elhozott tornya. Az aranykülönbség 3500-nál és többre rúg a két csapat között, ez pedig tovább nő a FlyQuest újabb elhozott tornyával. Nem tudom, a Dignitasnak fel kéne kapcsolnia. Hát egy pár fokozatot lehetséges. Ami egyébként érdekes, hogy időközben Kinnek a Syndra-en elkészült a Morellon, amikor, de hogy ezzel a hősen mennyire nem tud egyelőre érvényesülni, az nagyon érdekes. Pedig megvan benne gyakorlatilag, ugyebár minden, ami egy középső ösvényeshez kell. Elegendő sebzés, CC, gyakorlatilag ezen kívül nem nagyon kellene igazándiból semmi. Igen, ráadásul még ellenállásra is rendelkezik a páncélzata miatt. Úgyhogy bőven-bőven van egy potenciál ebben a karakterben, hogy teljes mértékben kiteljesedjen. A Dignitas pedig végre elhozta ezt a középső ösvényes tornyot. Elég nehéz szülés volt. Viszont ahogy említetted, a FlyQuest csapata ugyebár egy másik tornyot is döntött már a felső ösvényen. Az egy kis tánci-tánci után majd hazatér, és valószínűleg a Leandri gyötremét befejezi, miközben Moonon ténylegesen elkészült az a vízköpő sziklavértje. Viszont a Rubin látókövet még nem vásárolta meg magának, sima látókő van nála mindössze. Így a töltési idő csökkentés még nem elérhető nála, bár a játék jelen szakaszában még nem is gyakoriak a csapat harcok, ha egyáltalán kialakulna egy. Egy perc múlva érkezik a mérkőzés harmadik sárkánya, amire azért most már úgy tűnik, hogy a Dignitas szeretne kilépni, nem véletlenül hozta el Someday azt a kis suhanós útjerákot. Álteken pedig már, mint jó Tristanán,
elkészült. A határtalan penge. És valószínűleg majd statikus töltő pengét fog megvásárolni még emellé. Majd pedig aztán értelemszerűen egy gyors tüzelő ágyút. Mint toronytörési potenciálja a Dignitasnak mindenképpen lesz majd a játék későbbi szakaszában. Ezért nem is olyan nagy probléma, hogyha esetleg egy picit lemaradnak a játék korai és középső szakaszában. Ezt a tornyot viszont, vagy tornyot, ezt a sárkányt viszont el kéne hozni? Ezt nagyon el kéne, tehát a két hegy sárkányt átengedni, az nem hiszem, hogy lehetséges. A Stukker külön zárja ugyan áteket, de senki nem tudja ezt lekövetni. Jön a villásos kezdeményezés Moontól, Sam Dehy-jal találja magát szemben. A gyilkosság azonban nincs meg, köszönhető Lemonna is jönnek. Gyilkosság nincs ebből a csapat küzdelemből. Ebből nincs, de lehetséges, hogy hamarosan újabb küzdelemre kerül majd sor. Hát amíg van, melyik csapat el nem engedi ezt a sárkány témát. Igen, de csak hát... Áltekék elkezdték, jön a halál négy felvonása. Big az, aki próbálja ezt teljes mértékben kitankolni, de hát gyengék szétszórásával azt mondja Kín, hogy két lövés bőven elég. A halálnak nem kell több felvonás. Ott van a közelben Moon, kap némi sebzést, High közben zóna, az Áltek majdnem meghal, Big úgy szintén. Shrimp bent van, sújtása van, akár csak Moonnak, de Moon szint előnyben, és egyébként is ki lett zavarva Shrimp. Simán kizónázza a Dignitas csapatát a FlyQuest. Ez pedig így nagy hiba a Dignitas csapatának. Nem is azért, mert Tristana nem kapja meg ezt a plusz erősítést a tornyokra, illetve a nagy értékű célpontokra, hanem azért, mert a FlyQuestnek ebből már dupla van. És egyébként, ha úgy alakul, akkor akár még a regenerációs képességeiket is duplázhatják, köszönhetően annak az óceán sárkánynak. És Vajter többek nagyon gyorsan eltakarítja némi csapattárs segítséggel Álteket. A 24. percbe érve pedig már a negyedik tornyára léphet ki a FlyQuest csapat, és nem hiszem, hogy túlságosan zavarná őket az, hogy Sunday időközben az alsó ösvényen elhozta a Dignitas csapatának a második tornyát, hiszen Bolz is már hazatért, ahogy egyébként Há is ezt tette. Nagyon érik az idő a FlyQuest csapatának egy baronna sorra. Bár rálátással jelen pillanatban egyik csapat sem rendelkezik, és éppen a Dignitas az, aki jelez, hogy oda kéne menni. Mert és most már miért ne? Az a látókonnál egyébként. Ugye a vízköpőt azt sűrűbben fogja tudni használni. Kíváncsi vagyok, hogy vásárol még aktív tárgyat, akár az Enszelik medáját, vagy például a Randuin ómennyét, ezek olyan tárgyak, amikkel ki tudná használni a Rubin látókőben rejlő potenciált. Még egy üresség botja kell arra a Rumble-ra, hogy teljesen elkészüljön, de utána ő szerintem már megállíthatatlan lesz majd. Hát alapvetően, illetve hát még akár, hogyha nagyon sikerül megszaladni, akkor még egy ilyen töltési időre teszlek süveget is az durva vehetne. Azoknak a Rumble-öknek szokott sebzése lenni. Igen. Nem kevés. Jó lenne megnézni egy olyat, de nem hiszem, hogy ilyen hosszúra nyúlik majd a mérkőzés. Jó, tudom, hogy erőltetett volt, azért csak bele akartam csömpészni egy kis Harry Potter. Jó, nem tudom. Mindenképpen. Muszáj volt. Muszáj volt. Egy angol nyelvű poént olvastam a mai nap pont ilyen Harry Potter témában. Knack-knack. Who's Igen? there? You know. You know who. És akkor Voldemort így odáll. Jaj, én vagyok. Miközben dől a kettes szintű torony, a Dignitas csapata toronytörő Tristanával könnyedén el tudja ezt hozni, míg Háj az, aki nem fordulhat a Nexus, ne? Inhibitort védő torony részen. Teleportál viszont érkezik, Bolz. És a halál négy felvonása megint Big által levédésre kerül, legalábbis ebből a három a negyedik is kijön, a teleportál pedig már Sunday csatlakozik ehhez az el haló csapat küzdelemhez. A gyengék szétszórása nem jó kintől, és hát kicsit kergetik a FlyQuest csapatát a baronnos oroduja felé, ami nem is feltétlenül biztos, hogy baj számukra. Ami érdekes az, hogy háj! Az inhibitort védő tornyoknál van most már a Dignitas csapatától, és hogyha már a Dignitas ennyire beszorult a FlyQuest bázisára, akkor miért nem
próbálnak meg ostromolni a középső svényen, az a kérdésem. Talán mert a FlyQuest sokkal gyorsabban dönti a bázist? Ó, jó, a kivirágzás is. Hát pedig a végső képességét sem rest beáldozni. Ez egy inhibitort jelent a FlyQuestnek. Uh-huh. Jó hívás, jó reakció, nem úgy a Dignitas-tól. Aztán még bekerülhetnek az ollóba, a Dignitas-os ollóba a FlyQuest-es srácok, de ez egy nagyon veszélyes játék, no, amit a Dignitas üzhet. Itt a dzsungelben nagyon szép stukker, három embernek kell végigállnia, és nem lehet egyszerűen fordulni a FlyQuest-re, az a helyzet. Nem. Hiába a két-három emberes kábítások, amik kintől folyamatosan érkeznek, ki kell engedni a FlyQuest-et, különben legyalulja a Dignitas-t. És megkezdi a baronna sort a FlyQuest. Nagyon úgy tűnik. Rálátás nincs biztosítva a Dignitas számára, csak közvetve fél életerő már a baronna sor. A sebzést jó, Shrimpéket talán be lehet fejezni. Villásos kezdeményezés, Shrimp ugrik a hanghullámra, végső képesség használt, remek. Ugye gyilkosát meg is szerzik, Big a következő áldozat, White Turtle tudja őt megölni, mélységi merülés, Kim bajban, Kim villan, jön a gyógyítás Altektől, halál négy felvonása, gól, kivirágzás mellé megy, de hát így is be tudja fejezni a gyilkosát. 3-0-ás a csere. A FlyQuestnek ezt a mérkőzést meg kell nyernie. Legalábbis egy barondasort el kell hozniuk ebből a csapatharcból. De hát persze nem is lenne baj, hogyha nyernének, mert akkor még mindig mehetnék a Jósdába. Szóval barondasort szerez a FlyQuest csapata. Na, de nézzük, hogy hogy is történt mindez. Sunday és Altek megérkeznek. Sunday próbálja visszanyerni az amúgy alacsony életerejét, és amíg ezt teszi, addig Moon elszórakozik Shrimp-el, be is lehetett őt fejezni. Bignek pedig továbbra is Sunday-ekat kellett védeni. Lemonation pedig megérkezik, gyengítik, vagy lassítja kint, viszont ez sem elég hajtetőnek ahhoz, hogy a negyedik lövéssel betaláljon rá, viszont a Disna pörzsölő. Meg High együttes sebzése az már elég volt arra, hogy szintet be lehessen fejezni. Szóval értem én, hogy a Dignitas csapatának jönnie kellett, de fél életerőkkel ugyan kérlek, miért? Hát akadályozni, gátolni, lelassítani, nem tudom. Nem, de tényleg Sunday úgy ment oda, mint hogyha ő lenne, ahogy Pierce szokta mondani, a helyi serif, de nem volt ő serif, hanem hát nem tudom. Hát semmi sem volt. Nem, semmi. Bement, és utána onnantól kezdve ment kifele. Háj, ez aki kilép egyőre Bigék irányába. Megvan a lovagi eskő, amit Altekkel kötött meg Braum. Végig tudja védeni a sorozat lövést. Moon pedig kifárasztva, a Hextech ultimátum kijön, és be lehet kebelezni végül Lemonation által. Hájt az első gyilkosát Rumble hozza el, Shrimp tud erre még válaszolni. Bajban van ugyanúgy még Sunday, aki szintén meghal, 2-1-es a csere. De itt nem még lehet fordulni a Dignitas részéről, de nézd meg, Shrimp meghal, közben Syndrát is be lehetett fejezni. Altek az utolsó legény a gáton. Őt megölni nem lehet, de bőven elég ez a FlyQuest csapatának. Mehetnek a középső ösvényen, ahol high idő közben már hoztam minionokat, és konkrétan majdnem, hogy tarnyat tudnak dönteni. Ez pedig egyébként még az sincs kizárva, hogy a mérkőzésbe kerül a Dignitas csapatának. Aha. Mert szuper minionok vannak a felső ösvényen. Nem is egy, hanem rögtön kettő. Igen, és bajban lehetnek a Nexus védőtornyok. Beindul Moon, a feldobás még kijön, a rakétaugrással menekülhet Altek, és sikerül befejezni Moont. Nem lesz elég a sebzés a FlyQuest részéről. Picit túlvállalták véleményem szerint ezt az egészet. Egy gyilkosságot sikerül még Alteknek elhozni a Vitertalan. Viszont egy toronnyal meg kell elégednie a FlyQuestnek. Hát meg egyébként a Dignitasnak is. Mert mindösszesen ennyi választja el a FlyQuest-et attól, hogy befejezzék a mérkőzést. Na de, visszajegyzés, High-nak a végső képessége? Vigig Bignek a pajzsán csattan. Sundaynek is a végső képessége alapvetően jó lenne, de hát ott van Lemonation, akinek révén meg lehetett védeni High-t. Bolz pedig két ember zónáz megint a disznó pörzsölővel. És igazándiból az a nagy szerencséje a Dignitasnak, hogy ebben a csapatharcban Altek nem halt meg. Nem tudom, mennyire nevezném ezt csapatharcnak. Jó. A következő sárkány a Dignitashoz vándorol. Egy óceán sárkányról beszélhetünk. A következő pedig már egy ősi sárkány, hogyha eljutunk odáig a mérkőzés folyamán. Hát, sikerült óceán sárkány tekintetében kiegyenlíteni, de azért a két hegy sárkány, amivel vezet a FlyQuest, a sokat jelenthet. Igen.
Ezért mutattam neked, hogy tök jó, csak a két hegycsárkánnyal ellen nem túl sokat számít sajnálatos módon. A Flyquest pedig jön előre a középső ösvényen. És nem tudom, hogy a Dignitas védelmi vonala elég lesz-e arra, hogy megállítsák. Hát ez a torony, ez biztos, hogy dől. Nyilvánvalóan ez Jean egyetlen egy alaptámadással tudja befejezni, és tökéletes teljesítmény a FlyQuest minden egyes játékosától, hogyha a statisztikákra nézünk. Nem talál kivetni valót. Igazából tudod, mi a vicc? Egy Mónia játszik. És ez téged meglep? Megmondom őszintén, igen. Miért? Én ritkán látom, hogy jól játszani, vagy jó teljesítményt nyújtani. Uh-huh. Főleg mostanában, és a tavalyi szezonban is nagyon sokszor, hát hogy úgy fogalmazza, kiégetett a bolond választásaival. Miért? Az nem baj, hogyha valaki nem metát pikkel. Nincs azzal baj, hogyha Sékót hoz, csak ha elhozza háromszor és egyszer sem működik. Akkor el kell hozni negyére. Igen. Tökéletesen igazat adok, mert ott van White Turtle, aki még nem nyert a Ginnyével. Ezen a mérkőzésen közel van hozzá. Így van. Ami pedig most se nyerte azt meg, jelenti, de... hogy a FlyQuest szeretné befejezni a mérkőzést, az Elixir, amit már megvásárolt magának, ott van az eszköztárában. A FlyQuest nem megpróbálja rövidre zárni ezt a találkozót egy végső csapatharcban, ezt remekül ki lehetne használni. Akár csak az Enszerik medelját, ami elkészült már a támogatón, valamint a két határtalan penge. Na az az, ami fájnak. Bejézzük. És egyébként, ami még a Dignitas előnyire válhat, az az, hogy a inhibitor torony az újra élet, és emiatt azért vigyáznia kell, vagy hát persze vigyáznia kell, mert a bázis nyitva van, de legalább a Superminionok nem jönnek. Na nem úgy Moon. És ráadásul Moon az, aki nem kérdez. Ő jön, és ott van. Jó a sebzés, viszonylag hájtó az ellenfél tankjára. Továbbra sem használtál még az Elixirjét. Rumble, nyilvánvalóan ő tudja, hogy mikor kell ezt pontosan elhasználni, hogy effektív is legyen. Hát majd mielőtt teleporttál. Igen. Hogyha csapat harcolni szeretne a FlyQuest, de könnyen lehet egyébként, hogy még kivárják azt az egy perc múlva érkező baronna sort. Bár a 35. percet néhány pillanat múlva elhagyjuk, ami után ugye meg kell jegyezzük, hogy nagy mértékben fognak nőni az újraéledési idők, amivel pedig számolni kell, mert bármennyire is vezet a FlyQuest csapata egyébként, hát szám szerint egy 6500 arannyal, de így a mérkőzés jelen szakaszában egy győztes csapat harccal a Dignitas simán visszajöhet a mérkőzésbe. Csak az, hogy én nem látom, hogy hol van az a potenciál, ahol ezt össze tudják hozni. Áltak Tristan aljában. Igen? Igen. Legyen így, én viszont továbbra sem érzem azt, hogy Áltak olyan pozícióba tudnak kerülni, hogy ezt megfelelően ki tudja használni. Nézd meg, egy alaptámadás kijött ugyan, de ezt azonnal vissza lehetett gyógyítani High által. Ki nem azt mondtam, hogy így lesz, hanem hogy így lehet. Hát senki, vissza kéne majd kezdeményezni, hiszen jó volt a gyengék szétszúrása, jön a Stukker, a sebzés nem rossz, szemlének viszont meg kellene halnia, így van! A sorozat lövés befejezi, végül ő az egyetlen halottja eddig az összetűzésnek, bigék még ki is tudnak jönni, úgyhogy az első és egyetlen halottja. Ez pedig így viszont a mérkőzés jelen szakaszában már egy ingyen baranna sort jelent majd a FlyQuest csapatának. Hát Shrimp próbálkozik, hogy ne legyen az ingyen. Hája zavarja onnan. Megérkezik viszont Áltek, remek! A letesztett király kardjának használta még mindig. 1900-ért jön a baronnasor, ott is hagyják a csapatok. Na Dignitas elhoz egy gyilkosságot a lövészen. Viszont megérkezik a FlyQuest és Áltek. Áltek valóban sebez, nem is kicsit. Viszont Háj visszatér a gyilkosságért. Big és Áltek ketten maradnak életben, kettecskén. Az alsó ösvényről jöttem, és hazatérek. Áltek rettenetesen óvatos volt itt. Szerintem, hogyha egy kicsit bátrabb, vagy inkább azt mondanám, hogy agresszívabb, akkor itt gyilkosságokat hozhatott volna még el. Itt látható, hogy hájra kezdeményez. A sebzése azonban éppen, hogy nem elég, pedig ugye még a végső képességét is elhasználta. Moore-ra hát kijön a sebzése, őt be is lehetett fejezni, ugyanúgy, ahogy kint is White Earth révén. És itt
Ezt nem fogjuk meglátni. Lemonation kerül. Ezt ultimátum, kijön a Stukker is, de meghalt Tam Kench. A Dignitas csapatának kell egy picit visszebb zárni. Jön a halál négy felvonása, a szemdét nem fogja tudni eltalálni, nem úgy biget. Két sebzés, és ott még Altek is kapott bele valamit. Éppen hogy csak, de vissza tud vonulni még a Dignitas csapata. Nézd meg, milyen önfeláldozó. Ez a Tristan a lövész. Hát beáll a saját támogatója elé, hogy megmentse az életét. Tudja, hogy direkt volt. A nagy probléma az ezzel, hogy ettől függetlenül a FlyQuest ugyanúgy elhozza a baronnasot. Mondjuk Sunday érkezik teleporttal. Tehát a FlyQuestnek visszavonulót kell fújnia. Kellene fújnia, ezt egyébként meg is teszik. Hova fog menni a Dignitas? Védekeznek? Vagy megpróbálnak valamelyik ösvényen megindulni? Hát, hogy megpróbálják elhozni az ősi sárkányt, csak nem feltétlenül lesz az jó, mert oda még szerintem a FlyQuest oda fog érni. Bőven át tudnak érni ennyi idő alatt, míg ezt el lehet hozni. A Dignitas minden esetre a rálátást biztosítja csapat számára itt az ősi sárkánynál. Lemonnation az elővédben, tehát ez a engem húz be, ki a frászt érdekel. Tipikus esete. Ezt a lencsét pedig Katminén szeretnék. Viszedjük. Moon visszább lép. A sutyerek elhozatala a Dignitas csapatának mindenképpen egy fontos pont. Így mozgássebességet is kapnak és folyamatos rálátást. Hály oldalról érkezik, zónázik a végső képességével. Oha. Beugrik Sunday Moonra. Moon hatalmas bajban, a Stukkerben viszont hárman is benne állnak egészen sokáig. Az ultimátum szép, két gyilkosságot azonban a FlyQuest tud elhozni, majd egy harmadikat és a negyediket. Ez pedig a mérkőzés végét jelenti. A FlyQuest egy tökéletesen tiszta ászt visz véghez az ősi sárkánynál. Nagyon kellett volna ez a Dignitasnak, azonban nincs meg. Így a FlyQuest a 40. percben 22-7-es gyilkosság arányjal végül behúzza ezt a BO3-as szériát. Nem tudom, hogy ki fogadott volna rá, hogy ezt a FlyQuest fogja megnyerni. Én számítottam rá, hogy három mérkőzésre kerül sor, de hogy a FlyQuest be tudja húzni, és így a Dignitasnak, hát beletenni azt a kis kaksit a palacsintába, hát erre szerintem senki sem számított. Jó, te megmondtad, és tényleg... Basszus, tényleg Józsdába kéne menned, mert... Pedig csak azért, hogy vitatkozzak veled. Zseniális. Jaj. És egyébként... Az első győzelme megvan. Jinnel, Whitehurtle-nek ebben a szezonban. Na, 7. Figyelj, 7. lett meg az első győzelme, Shrimpnak pedig a 7. mérkős lett meg az első veresége részénnel. Na ugye. A Szám Misztikába is kezdünk? Ne. Az mindig mondd, jó. Hogy ne. Az mindig szeretem. Az még fél álomban is mindig megy. Hát látom most is. Hát igen, igen, nem igen. Ilyenkor már nehéz a reggeli mérkőzéseken. Olyan friss... Ölelkezik Lemonnation, de cuki. Igen. Biofrost mez is van ott. Nyilván az nem Biofrost. De hogy mezek jól fogynak odakint. Én azt mondom, hogy egy nagyon eredményes napon vagyunk túl, ahol az ilyen lovasok pontokat buktak, mind az Immortals, mind pedig a Dignitas értékes mérkőzéseken értékes pontokat vesztettek, és a Dignitasnak, ha valami, akkor a FlyQuest-elni pontveszteség nem volt bekalkulálva, és nagyon hiányozhat is majd, amikor arra kerül a sor, hogy hova is jutnak. Nyilván rájátszásuk szerintem nincsen veszélyben, a Dignitas-t én mindenképpen odasorolom a legjobb hatba, a FlyQuest-et pedig egyértelműen nem, de igazság szerint a FlyQuest-nek volt ez fontosabb mérkőzés, mert szerintem oda szeretnének érni a 7. helyre, hogy legalább ne kelljen osztályozót játszani. Igen, csak ugye ez megint érdekes, hogy ott van a Phoenix, van, aki szintén javuló tendenciát mutat, köszönhetően mondjuk az új játékosoknak is. Itt van a FlyQuest csapata, aki most már ugye a második szériáját tudta megnyerni, szóval valakinek oda kell jutnia, vagy jó, hát oké, most az jutott eszem, hogy persze valakinek oda kell jutnia a Team Liquid mellé, de most nagyon gonosz voltam, és a Phoenix-t megverte a Team Liquid. Jó. Úgyhogy ennyire mondhattad volna őket is? Rendben van, akkor akár mondhatnám őket is, szóval oké, hogy elől körbeverés van,
és beszélgetünk arról, hogy majd ki jut be a rájátszásból, meg ki nem, de egy-egy jó hajrával még ezek a csapatok is simán előrébb kerülhetnek, és azért emlékszünk például a tavalyi szezonra is, amikor az utolsó hetekben a Dignitas nagyon beindult, és a FlyQuestnek az volt az egyedüli szerencséje, hogy a szezon első felében jól teljesített, tehát hosszú még ez a szezon. Bizony, és még csak most kezdődtek meg a visszavágó. Igen, és érdekes lesz, hogy ezekben az utolsó pozíciókban milyen harcok lesznek. Így van. Mi pedig most már eltesszük magunkat holnapra, hiszen vár még ránk Észak-Amerika a holnapi nap folyamán is, este 9 órától, ahogy azt megszokhattátok, és még egy hatalmas hype-al is készülünk nektek a holnapi nap folyamán, ugyanis a szubnap vasárnapra lett időzítve, hogy délutántól már érdemes lesz a csatornára tekintgetni egy picit, hogy mi zajlik erre, főleg, hogyha feliratkozók vagytok, vagy ismertek olyat, aki már feliratkozott valaha, nem júniusban igazából, ugyanis ők azok, akik részt vesznek majd aktívan a szubnapon, a többiek pedig, mint nézők, vehetnek részt. Én szeretnék nyugodalmas jó éjszakát kívánni mindenkinek, és tartsatok velünk holnap a szubnapon, valamint az Észak-Amerikai LCS soron következő adásán. Sziasztok! Szervusztok!